A mai napon kezdődött meg a Rómeó és Júlia című darab olvasó próbája Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban. A Shakespeare-i tragikus szerelmi történet formabontó, újra gondolt formában jelenik majd meg. Sok újítással fog bírni a Kecskeméti Nemzeti Színház előadásában a Rómeó és Júlia, de leszögezném, hogy Shakespeare Rómeó és Júliát fogjuk eljátszani. A Shakespeare szöveget fogjuk mondani, ezen nem változtatunk. De emögött az elemzés mégis egy csomó lehetőséget ad. A cselekmény két családon keresztül meséli el, milyen illékony is tud lenni a boldogság. A szerelem és gyűlölet hatásfoka ugyanaz, mindenki ugyanúgy ég, és egyben el is veszik. A mű tragikumát az adja, hogy az igazi értékeket, tisztaságot, őszinte érzelmeket hordozó főhősöket elpusztítják a régi, megkövült feudális erkölcsök és a gyűlölködés. Akarom, hogy fesse föl azt a felszínt, ami alá nem látnak a szereplők javarésze. A mai olvasópróbán a művészek már betekintést nyerhettek a díszlet és jelmeztervekbe is. A rendkívül látványos jelmezek, Kovács Üvet, Alida, a grandiózus díszlet pedig Rákai Tamás tervei alapján készülnek. A zeneszerző pedig Szemenyei János. Az előadásban Júliát, Kovács Veszély Fanni és Horváth Alexandra alakítja. Rómeót Koltainai Balázs és Rohonyi Barnabás formálja meg, aki első alkalommal áll majd a teátrum színpadára. Én nagyon örülök neki, ez nyilván itt budapesti játszások mellett nagyon jó egyeztetési szempontból, másrészt én már voltam ilyen darabban, amikor kettőze voltam, és nagyon tanulságos volt nézni, ahogy a másik ember dolgozik, egy csomó ötletet lehet adni egymásnak, vagy esetleg mindig van egy külső szem, ami egy tök jó dolog tud lenni, hogyha sikerül jól együtt dolgozni. Nekem ez lesz az első ilyen alkalom, hogy le vagyok kettőzve, ez most vagy áldás, vagy átok, azt nem tudom, de nagyon várom én is. A formabontó művet március 18-án mutatják be. Az előadásban közreműködik a Kecskeméti City Ballet és a Színház Énekkara. Az új előadásról és magáról az olvasópróbáról bővebben Kiemelő magazinunkban foglalkozunk.